Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Amit én tettem a férjemmel, hogy kint voltunk a teraszon. Olyan gyönyörű idő van most Mallorcán, 26 fok, süt a nap, szép az idő, olyan tavaszias. És ilyenkor, amikor jó idő van, tehát nem a nyáron, a hőségben, hanem így az év elején, vagy tavasszal, vagy ősszel, minden honnan jönnek biciklisek, sportolók, akiknek itt van a tréningjük. És mivel nincs ilyen kerékpár út, tehát a forgalmas utakon bicikliznek csoportban, és a mallorcai autóvezetők emiatt nagyon-nagyon dühösek, úgyhogy itt Mallorcán mindig van egy kis feszültség a biciklisek és az autóvezetők között, különösen így tavasz és ősz idején, tehát nem a nagy forróságban, akkor itt hőség van, akkor nem szoktak így biciklizni. Tehát ennyit Mallorcáról. Ami még eszembe jut, talán érdekes számotokra, hogy mi 9 évvel ezelőtt költöztünk ide, és amikor először kenyeret vettünk, sótlan volt a kenyér, akkor úgy gondoltuk, hogy hát hibáztak, elfelejtették beletenni a sót, de az az igazság, hogy itt Mallorcán a kenyér mindig sótlan, mert náluk vannak ilyen paszták, amivel megkenik a kenyeret, lehet, hogy azzal sózzák, de ez kicsit furcsa, úgyhogy jó kenyeret itt nem lehet kapni, úgy, ahogy mi ismerjük Magyarországról, vagy ahogy Németországból is én ismerem. És most rátérek a kártyánkra. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata. Így jobban látható, igen. Mindkét kártyánál az érmékről van szó. Az jelentheti az anyagiakat, vagy a munkahelyet, de jelenti a belső értékeket is. Ő most elfoglalja a helyét az életben, mint egy király, odafigyel erre az érmére, elgondolkozik azon, hogy mi vagy ki értékes számára. De vannak elvárásai is, hiszen ő a király. Szeretné azt, ha így tekintenél rá, és szeretné azt, ha megkapná a megbecsülést, az elismerést, hogy te dicsért őt. Vagy az is lehet, hogy azt szeretné, hogy a munkahelyén kapja meg az elismerést. Ez a hölgy utalhat rád, vagy mutathatja az ő tartását. Azért belül egy kicsit vacilál, vagy úgy gondolja, hogy te vagy bizonytalan, tegyem, vagy ne tegyem. Ez lehet nálad egy munkahelyi változás, vagy nem tudod azt, hogy viselkedj vele. Írj neki igen, vagy sem. Légy visszahúzódó, vagy légy inkább aktív. Kicsit vacilálsz még. Amit ez a kártya még jelenthet, ezek a döntések. Van két lehetőség, van két irány. Különösen, ami az anyagiakat illeti, vagy a munkát illeti. Lehet, hogy te állsz döntések előtt, és ő ezt látja, észreveszi, vagy ő ugyan, mint egy király viselkedik, de mégis döntenie kell. Kicsit türelmes, odafigyel az anyagiakra, hiszen az is a középpontban áll az érméknél. És milyenek az érzelmei? Itt bizony megjelenik a múlt és a szomorúság.
befele fordul, lehet, hogy még visszahúzódó. De van jövőtök, hiszen ez a két kehely itt a hátam mögött jelenti a jövőt, és itt érzelmekről van szó. Ő érzi ezt, megbízik benned, hiszen ez a visszahúzódás, vagy ez a szomorúság elmúlik, közeledik hozzád, lesz egy találkozás, és ami fontos, hogy kimutatja az érzelmeit, és megbízik benned. Mit fog tenni? Vannak még olyan pillanatok, amikor tényleg még csendes, visszahúzódó, de vannak elképzelések, hiszen meditál, és itt a háttérben ez a szent kép jelenti azt, hogy mit szeretne elérni, miről álmodozik. És hogy miről vagy kiről álmodozik, az megjelenik itt. Te, mint egy királynő, és uralkodsz a víz eleme felett, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Itt lesz közeledés, de nálam még megjelenik a szomorúság vagy a csend. És lehet, hogy azt várja el, hogy inkább te közeledj hozzá, te tedd meg ezt az első lépést, és ha úgy van, akkor majd ő is aktív lesz irányodba, hiszen az ő szemében te vagy itt a királynő. Mi köt össze benneteket? Itt még van egy kis csend. Lehet, hogy fontos ez az időszak is, hogy meglegyen ez a nyugalom. De nem marad így, hiszen itt látható a találkozás, itt láthatóak a döntések. Ez a kártya jelenthet egy belső utat is, mint például itt, ahol ő meditál, vagy jelenthet egy spirituális területet is. Ő biztos a dolgában, hiszen ő a király. De te is, hiszen te vagy a királynő. Itt döntésekről van szó. Lehet, hogy még kicsit vaciláltok. Nála vannak még fájdalmas emlékek. De megvan az elképzelés, néha a visszahúzódás, de ő hisz abban, hogy ez a lámpa megvilágítja a belső utat, egy ilyen lelki kapcsolatot, az elképzeléseket, és mi az elképzelés? Mi ez a szent kép, hogy te vagy itt a királynő, és kimutatod az érzelmeidet, és lesz közeledés, egy szép párkapcsolat. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Örülnék, ha követnétek a Facebookon, Dendera Medici, vagy van egy másik oldalam is, Dendera Susanna Medici, vagy ha kommentárt írtok ehhez a felvételhez, vagy lájkoljátok. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!